Eddig megyünk, Materész. Boldog kőváraljáig. Akkor. Kedves túrázók, megmutatom nektek, hogy szúnyoginvázió idején hogy kell használni a túrabotokat. Részben folytatjuk a kék túrás kalandjainkat. Ugye az előző részben a Irotán hagytuk abba, és most Irotától fogunk menni egészen a kék túra végéig, Hollóházáig. Hogyha esetleg még nem láttad az előző részt, akkor lent a leírásban megtalálhatod majd, úgyhogy a videó után egész nyugodtan meg tudod nézni. Így van, a következő blokkunknak az első napja Irotától Boldogkővára aljáig tart. Erről a szakaszról azt gondoltuk, hogy nagyjából egy 37-38 kilométeres szakasz, de végül tévednünk kellett, és felhívjuk nektek is a figyelmeteket két fontos dologra. Az egyik, hogy ezen a szakaszon a legtöbb pecsét bárcsak 500 méteres kitérővel van, de 2x500 méter az már plusz 1 kilométer, illetve Boldogkővár alján a pecsét előhely a vasútállomáson van, és innen a falu még további 3 kilométert jelent, úgyhogy erre lélekben mindenképpen készüljetek föl, hogyha ott terveztek megszállni, vagy ez a vége, és amikor így már amúgy is nagyon fáradtak vagytok, és a végét járjátok, akkor ez a 3 kilométer lelkileg nagyon tud fájni. Ez így volt velem is, úgyhogy amikor Péter felhívta a szállásadót, akkor nem is merte elmondani, hogy az odaérkezésünk még 55 percet fog igénybe venni, úgyhogy 30 percet hazudott, és nagyjából annyi alatt azért oda is értünk. A másik nagyon fontos dolog az, hogy a Boldogkővár alját jelenleg felújítják, így hétköznap egyáltalán nem látogatható, így sajnos mi sem tudtuk meglátogatni, illetve megmutatni nektek, csak hétvégén, és azt is csak részlegesen. Boldogkővár aljától egy rövid napot terveztünk, regécig! Terveztünk, egész hosszúra sikerült, mivel az egyik elágazásnál hát nem jobbra mentünk, hanem balra, így egy picikét hozzátettünk a 17 kilométerhez, így lett nagyjából egy ilyen 21-23, de egyébként csodás helyeken jártunk, nem csak az Arka völgyet néztük meg, hanem a tetejét is. Így van, hiszen az első patakátkelő lehetőségnél Péter azt mondta, hogy itt biztos nem kell átmenni, úgyhogy induljunk meg föl a hegynek, hát megindultunk, amúgy tényleg szép volt, de azért amikor így lefelé a szakadékba ismételten az utat kerestük, akkor annyira nem volt vicces, de még mindennek ellenére is maradt időnk arra, hogy alaposan személyre vegyük a regéci várat, és ezt nektek is ajánljuk, most újítják föl, de a legtöbb része látogatható, úgyhogy töltsetek ti is ott csomó időt.
Sátor alja Újhelyig tartott, bár a szakasz vége a Nagy Nyugodó, ott tulajdonképpen nincsen semmi. Mondjuk lehet, hogy ez titeket nem lett meg, csak én éltem óriási tévedésbe, hogy majd oda felérünk, és van egy nagy rét, vagy van valami csodás kilátás, tulajdonképpen ott semmi nincsen. Tehát a Szárás Sátor alja Újhelyen foglaltuk, ami nagyjából 1-3 kilométerre van még onnan Nagy Hutától. Elsétáltunk, és aztán a vacsoránkat már ott fogyasztottuk el. Nagyon sokan félnek a borsodi szakasztól, de meg kell, hogy nyugtassunk mindenkit, semmi ok a pánikra. Mi teljes mértékig pozitív tapasztalatokkal zártuk ezt a szakaszt, nem volt semmiféle atrocitásunk, sőt, inkább pozitív élményekkel zártuk ezt a szakaszt, mivel kaptunk egy csomó támogatást, érdeklődtek, hogy mit csinálunk, merre megyünk, miért van a kezünkbe bot, mindig figyelmeztettek, hogyha vadak vannak, vagy kígyót láttak, tehát teljes mértékig pozitívan zárjuk ezt a szakaszt. Így van, vannak olyan faluk, ahol a mély szegénység nyomait azért elég erősen lehet tapasztalni, vannak azonban olyanok is, ahol egészen a nyugati kis erdei hegyvidéki falvakra lehet következtetni, szép ápolt portákkal és nagyon kedves, nyitott emberekkel. Személyes kedvenceink Tornabarakony, Fancsal, Vágáshuta, Kishuta, Nagyhuta, úgyhogy én azt mondom nektek, hogy érdemes kellő mértéki körültekintéssel érkezni erre a szakaszra, de semmiféleképpen ne izguljátok, vagy pánikoljátok túl a dolgot. Előtti napra az eső is megérkezett, Sátor alja Újhelyről indultunk, és Füzér volt az úti cél. Így van, ennek a szakasznak talán a legszebb része maga a Füzéri vár. Ezt gyönyörű szépen felújították, tehát hogyha úgy érkeznétek oda, hogy már csak egy órátok van megnézni a várat, akkor semmiképp sem menjetek be, inkább másnap reggel nézitek meg, mert gyönyörű és simán el lehet ott tölteni 2-3 órát. A vár aljában van egy kiváló étterem, ott pedig érdemes elfogyasztani valami finomságot. Kilométer jutott.
megkérdezte egy a csatornát néző lány tőlünk a minap, hogy mi mindig nagyon lelkesek vagyunk-e meg, hogy olyan jól tudunk beszélni, és hogy nem is liegünk meg semmi. Na, ha ezen a reggelen láttatok volna engem, akkor hát azt hiszem, hogy mindent visszaszívnátok, a Peti tudna erről mesélni, semmi kedvem nem volt, nem akartam, hogy szúnyogok csípjenek, nem akartam, hogy megint elázzak, hogy még 3 vízholyagom legyen, és nem igazán nyugtatott az sem, hogy már csak 13 kilométerről van szó, főleg nem akkor, amikor elindultunk a Kismiric irányába, nagyjából egy ilyen úton 5 km magasan, sárosan, de olyan roham tempóba, hogy én úgy még hegyre nem mentem föl, de a kismilici kirátó mindenképpen megérte. Gyönyörű szép volt egyébként, egy kicsit felhős volt, de nagyon szépen jött és ment a felhő, lehetett néha látni a várat, néha nem lehetett látni a várat, úgyhogy egy gyönyörű szép, hát úgymond egy végpont volt magának a kék túrának. Igen, innen már csak lefelé csörgedeztünk Hollóházára, ahol még a szúnyogok is eltűntek. Hollóházán nem vártam nagy ovációt, de hogy egy kicsit nagyobb emlékművet, vagy nem is tudom, de minden esetre megható volt, hogy 2019. januárjában, mikor elindultunk, és 2020. júliusában pedig célba értünk, és egy olyan hosszú utat járhattunk be, ahol rengeteg-rengeteg élménnyel gazdagodhattunk. A további élmények feldolgozása videó formájában folyamatban van, mi azonban útra keltünk a hétvégén a Dél-Dunán túli szakaszon. Így van, és ott viszont találkoztunk egy-két olyan kedves, ismeretlen ismerőssel, akik nézik és követik a csatornáinkat, és velük beszélgetésbe elegyedtünk, és nagyon jó érzés volt az, hogy nézitek a videót, tetszik a videó, és élvezhető tartalmat csinálunk. Élvezhető, illetve használható és segítséget nyújtó információkat tudunk elmondani. Ha bármi kérdésetek van, éppen ezért a komment szekcióban nyugodtan írjátok meg, meg megtaláltok minket az social media egyéb felületein is. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk a jövő héten. Következő videóban. Sziasztok!